Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban megnézzük, hogy mi van akkor, ha nem akar felmosni a robot porszívó és felmosó vagy robot takarítógép. Van benne víz, a tartály igazából tele van sima vízzel, úgyhogy lássuk, mi történik, ha rárakjuk a felmosót. Installed. Vacuum and mop active. Starting to clean. Check water tank. No hát, fiúk lányok, nem tudom, mennyi fog látszani a videóban, ugye arról, hogy az első ilyen alátéttel azzal nem akarta, ugye nem látszik után, vagy nem látszik alatta a víz, sőt, ugye amikor rádugom, akkor nem is mond semmit. Tehát már az gyanús volt, hogy rácsatlakoztattam, és nem mondott semmit. Majd mindjárt visszatérünk erre. Viszont amikor rátettem az újat, az új alátétet, akkor beszélt is, ugye mondta angolul, hogy a felmosó hozzá van csatlakoztatva, legyen benne víz, mi egymás. Amikor levettem, akkor pedig mondta, bár ez ugye most nincs rajta a videóm, de akkor elmondta, hogy mi újság, plusz látszott, legalábbis én láttam, hát nem tudom, a videó mennyit fog visszaadni, de látszott, hogy ugye húzza maga után, vagy maga alatt a vizet. Na és akkor mutatom is a chat, hogy miért is volt ez. Ez a régi, csak ugye van rajta egy új felmosó. Ezen a részén itt lennie kellene benne egy mágnesnek. Valamilyen okból kifolyólag ez a mágnes innen teljesen eltűnt. Ez a műanyag itt nekem valamiért már felnyílik. Most pont nem akar felnyílni, de amúgy felnyílik. Ott van. Szétnyílik. És valahogy ez a mágnes onnan kiesett. És ugye ez a mágnes adná neki a jelet, hogy rá van csatlakoztatva. Tehát nem valami gomb vagy mi egymás, ilyen mágneses érzékelője van. És mivel a mágnes kiesett, ezért nem érzékeli, hogy hozzá van csatolva. A másikon, most ha ezt is leveszem, akkor itt gyönyörűen látszik a mágnes. Ott van. Szép, új mágnes. Úgyhogy igazából, ha megtaláljátok, hogy hol van például a tiétekből a mágnes, akkor a régibe is vissza lehet tenni, de egy új sem egy ökörára. Megmutatom még egyszer, felcsatlakoztatom a régit, utána leszedem, meg felcsatlakoztatom az újat, és utána leszedem. Csak hogy halljátok, megpróbálom közelebb rakni a mikrofont, hogy lehessen hallani. Mindezt leszámítva, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem segített. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, csapassatok rá egy lájkot, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le én és ehhez hasonló videókra.
Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Még ne szaladjatok-e. Sziasztok! Mop mount installed. Vacuum and mop active. Mop mount removed. Vacuum only.